Jó napot, elnézést, megállítanak egy pillanatra, megragadjuk. Egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni, azt, hogy az a Washington üzenet után hogyan látja a helyzetét, milyen esélyeket, tehát a megállapodásra, és mi lesz erre a kormánynak a válasza? A magyar kormány hivatalos álláspontja továbbra is az, ami 2011. novemberében tárgyalunk. Hitelmegállapodást szeretnénk. Ennek érdekében nyilván a tárgyalóasztalnál kell eldönteni, hogy mely feltételek azok, amiket lehet vállalni, és melyek azok, amiket nem. Most még egyszer feladná ezt a hirdetést? Köszönöm szépen! Hát Horváth Zoltán sok mindent látott a pályáján. Te emlékszel ilyenre, mint ez az IMF ügy? Hát sokféle zűr volt, tehát én emlékszem, amikor egyáltalán beléptünk az IMF-be, milyen cirkuszok, és micsoda titkolózás, és micsoda titkosszolgálati, és rejtett, és mindenféle kódolt történetek voltak, és ugye el kellett a oroszok ellen dugni magunkat, meg egyáltalán a tényt. Ugye most ugye megint egy új helyzet állt elő, de azt hiszem, hogy mondjam, a pávatáncnak egy újabb figuráját voltunk szerencsések látni. Ma délelőtt éppen nyilatkozott, egy előadást tartott a miniszter úr ugyanerről a kérdésről, és azzal kezdte az előadását, hogy hát akkor most tiszta vizet önt a pohárba, hogy lesz-e és mikor IMF tárgyalás, és a végtelen exakt és pontos válasz az volt, hogy lehet, és nem tudja, hogy mikor. Utána a századvég igazgatója nyilatkozott, aki már tudjuk, nem kicsi ember, és több milliárd forint elköltéséért felelős a milyen kutatási pénz. Ő meg kerekperec azt mondta, hogy véleménye szerint nem nagyon van esélye az IMF tárgyalásoknak, és hát ha nehezen, de valószínűleg nélküle is meg leszünk. Na most tulajdonképpen, hogy mondjam, a néphűítésnek gyakorlatilag a tipikus esetét látjuk, politikus jön, nyilatkozik, mondja semmit, mi csüngünk ajkain, mint aféle ilyen házi kremlinológusok, próbálunk mindenfajta ilyen kötőszóból, mindenféle messze menők következtetéseket levonni, közben megfizetjük a kamatokat, ami átlag 1300 millió. Pogácsa Zoltán, az nem túl szakmai kérdés. Vannak érzelmei az IMF-nek? Ugye most azt mondták, amíg a magyar kormány nem tekint értékes partnernek minket, addig. Engem ez meglepett, nem vagyok én ezt hozzászokva, hogy ők értékes partnernek tessék minket. Ez egy személytelen bürokrata gépezet, számolnak, osztanak, szoroznak. Mi az, hogy fölidegesítik magukat egy 200 milliós kampányon? Hát nyilvánvalóan, hogyha mondjuk mi tárgyalnánk ketten valamiről, és közben egymás háta mögött meg rosszat terjesztenénk egymásról, akkor akármennyire is intézmények vagyunk, mégis az a tárgyalásokat megnehezíti. És nyilvánvalóan ezt ők sem szeretik. Itt szerintem világos most már a stratégia, tehát hogy maga a tárgyalás is egyfajta védőernyő, ameddig a piacok még fenntartják magukban azt a hitet, hogy Magyarország tárgyal és meg fog állapodni, addig az államkötvény, az állampapírhozamok azok relatíve alacsony szinten maradnak, ez egyelőre kielégítő a kormány számára. Mire megy ki a játék tulajdonképpen a kormány szempontjából? Hát erre, tehát hogy ugye az, hogy hány százalékon kapnánk mi egy IMF segítséget, ez nem tudod, de mondjuk egy olyan 5-6 százalék környékén lehet, ameddig mondjuk úgy 6-7 százalék környékén vannak az állampapír hozamok, addig nincs olyan nagyon távol az a tényleges hozam, amit maga a tárgyalás léte garantál, hogyha egyszer mondjuk beütne egy olyan állapot, amikor már nem hisz senki abban, hogy megállapodás lesz, és ne adj Isten mondjuk az amerikai elnökválasztás után megváltozna a világgazdasági helyzet, ami megfog, tehát ha vége az elnökválasztási kampánynak, akkor abba hagyják az amerikaiak a költést, ezt mindenki tudja a költségvetési oldalon is, és a Fed is, és akkor egész más gazdasági helyzet lesz, az eurozóna is súlyosbodhat, tehát akkor viszont fönn kell tartani a lehetőségét annak, hogy mégis megállapodik Magyarország, mert nagyon gyorsan, nagyon radikálisan romolhat a magyar ország megítélése, és akkor megint 10% környékén van az állampapírhozam, akkor viszont mindenképpen meg kell állapodni. Tehát akkor viszont nincs, mondjuk Varga Mihálynak sincs mozgástere, mert muszáj neki megállapodni. Annak idején népszavazás volt, ugye? A belépésről. Az Európai Uniós belépésről. Igen.
teljesen egyértelmű volt szerintem a laikus számára is, amit világosan megmondtak, hogy nemzeti szuverenitásunk egy részéről le kell mondani. Most akkor mi van? Mit kell itt most hirtelen a nemzetállamok megint visszaszerzik régi függetlenségüket, és harcolni kell most nem Moszkva, Brüsszel? Én azt gondolom, hogy tehát abban szerintem egyetérthetünk, hogy a nemzeti érdekeket képviselni kell a kormánynak. Nem az a kérdés, hogy ezt kell-e képviselni, vagy ugye feltett kézzel azt mondani, hogy bármit mondtuk, mi megtesszük. Az biztos, hogy a nemzet ellen lenne, hogyha így tárgyalna a magyar kormány. Az viszont nagyon kockázatos, és azt hiszem, hogy aki már tárgyalt, az tudja, hogy melyik az a pont, amikor a tárgyalási bizalom elvész. Tehát amikor az egyik fél azt mondja, hogy én mostantól nem hiszem el, hogy a másik fél jó hiszeműen tárgyal. És azt hiszem, hogy ehhez nagyon közel kerültünk. Tehát az IMF-ben van tapasztalat, nem érzelmek vannak, hanem tapasztalatok vannak. Az a tapasztalat, hogy a törökök egyszer eljátszották ezt az IMF-fel, hogy úgy tettek, mintha meg akarnának állapodni, kihúzták ezzel a távatánccal, ők lehet, hogy nem így hívták ezzel a dervistánccal, vagy valamivel, addig, amíg a gazdasági helyzetük stabilizálódott, és utána azt mondták, hogy köszönjük, nem kérünk semmit. Magyarán rossz hiszeműen tárgyaltak. Ez azóta az IMF kódexeibe benne van ez az eset, hogy ez nem tudom milyen kódnéven, hogy ez is előfordulhat, és állandóan elemzik, hogy vajon Magyarország nem ugyanezt csinálja. Most kezdenek ahhoz közelíteni, hogy lehet, hogy a magyar fél rossz hiszeműen tárgyal, ezért azt mondják, hogy a repülőjegy árát se éri meg ez a tárgyalás, nem jövünk ide, ugye tavaly decemberben hazamentek Jézuskát várni, azóta se jöttek vissza komolyan tárgyalni. Én nekem úgy tűnik, hogy Varga Mihály, aki mindenképpen jobb sorsra érdemes, nagyon nehéz helyzetbe került, ugyanazt a pályát járhatja végig, mint Matolcsi vagy Navracsics Tibor, akik amortizálódnak politikailag, mert semmit nem tudnak elérni. Ugye mai nap a luxemburgi bíróság a bírói nyugdíj ügyben elmarasztalta Magyarországot, más országban lemondana az igazságügyminiszter ezek után, hiszen 6 hónapon keresztül egy nyilvánvalóan Európai Unió ellenes szabályt, ami egyébként alkotmány ellenes is nyomott keresztül. Varga Mihálynak személyesen biztos, hogy érdeke lenne a megállapodás, mert ha valaki egy év alatt azt éri el, hogy nem ér el semmit, az politikailag megbukik, akárhogy magyarázzák utólag. A magyar kormánynak nem biztos, mert attól tart, hogy az IMF hosszú távú megoldásokat vár. Ugye ez az állandó vita, hogy az IMF nem elégedett azzal, hogy a magánnyugdíj vagyont elköltjük, nem elégedett a bankadókkal. Azért nem elégedett, mert ez egyszeri beavatkozás, és nem látja azt, hogy 13-ban, 14-ben, 15-ben hogy lesz fenntartható a gazdaság. Ezt viszont a magyar kormány nem akarja meglépni, mert akár a kiadásokat csökkenti, akár a bevételeket emeli, az mind megszorítás. Nézzük a következő filmet.